Az Országos Gaming Expo az első olyan országos gaming rendezvény sorozat, amely két hónapon keresztül az egyes megyeszékhelyeken kerül megrendezésre. Szombaton Nyíregyháza volt az egyik állomás, az esemény lehetőséget biztosított mindenkinek, hogy kipróbálja magát a különböző videójátékokban, társasjátékokban, videójátékos kompetencia felmérésben, egyéb fizikai aktivitást igénylő játékokban. Star Wars kiállítás, retro játékok, autószimulátorok sem hiányozhattak a rendezvényről. Ha a nemzetközi szakaszt nézzük a sport területén, akkor bizony a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is most már beemelte bemutató sportákként a maga keretein belül, és nem beszélve arról, hogyha a hazai színeket nézzük, akkor a legnagyobb kiemelt egyesületeink is szakosztályt létesített e-sport tekintetében. Mondjuk én annak nagyon örülök, hogy itt azért az e-sporton belül és a Magyar e-sport szövetség olyan társadalmi felelősségvállalásokat is hordoz magába, amely az egészséges életmódot népszerűsíti, és hogy a fizikai aktivitás is meglegyen egy e-sport mellett. Nekem is ez a legfontosabb üzenete egy online világnak, hiszen a 21. században a fiatalokat ténylegesen megszólítani már az online világban lehet, és őket így is úgy is beszippantotta ez a rendszer, és hogyha egy rendszert tudunk adni nekik az e-sporton belül, akkor még jobban tudjuk majd motiválni őket arra, hogy bizony emellett, hiszen úgy is leülnek és játszanak a gépeken keresztül, nagyon fontos üzenet, hogy sportoljanak is. Úgyhogy egy nagy kiemelt egyesületünk például úgy hozta létre a szakosztályát, hogy mellette kötelező módon kéri, hogy regisztráljanak valamilyen sportágba, és leigazolt sportolóik legyenek. Az eseményen ott volt Révész Levente autóversenyző és Kis Norbert háromszoros kamion Európa bajnok is. Mindketten szimulátoroznak is, utóbbi így kezdte az autóversenyzést. Szimulátorversenyzőből lettem igazi autóversenyző, csak akkor még nem e-sportnak nevezték, hanem simán játszottunk otthon, autóversenyeztünk. És ugye ez volt, hát igen, 2002-ben, 2003-ban kezdtem el otthon szimulátorra versenyezni, és hát akkor már volt otthon a szüleimnek köszönhetően számítógép, kormány, internet, és már akkor is voltak az interneten bajnokságok, ahova be lehetett nevezni, és lehetett indulni, és meg volt a versenynaptár, és tök jó, és úgy lett belőlem utána később, ugye 2005-ben igazi autóversenyző. Úgyhogy ezt a vonalat azóta sem engedtem el, persze nyilván sajnos azóta ugye kevesebb idő jut rá, hiszen én is felnőttem közben, és lett ugye az igazi autóversenyzői projekt is, meg hát egy csomó minden más is az életemben, de ennek ellenére nem engedem el ezt a vonalat, és nagyon szeretek a mai napig leülni, versenyezni, szimulátorozni, hiszen egyre jobbak, egyre élethűbbek, egyre komolyabb technikával lehet versenyezni, egyre erősebb a versengés. A fiatalok jönnek nagyon-nagyon erősek, nagyon gyorsak, úgyhogy nagyon nagy kihívás is, hogyha valaki szimulátorban sikeres akar lenni az interneten, online bajnokságokban, akkor ahhoz nagyon-nagyon komolyan oda kell tennie magát az embernek. A Gaming Expo-n számos kiegészítő program is várta a látogatókat, ismert youtuberek, influencerek is tartottak előadásokat, de a kosárlabdaklubtól és a Nyíregyháza Spartakusztól is több fiatal részt vett.